Jó napot kívánok! Boros Marianna vagyok, az ELTE etológia tanszéken működő lendületneuroetológiai kutatócsoport munkatársa, és ma arról szeretnék beszélni, hogyan ismerik fel a kutyák a szavak határait. Bizonyára önökkel is megesett már, hogy külföldön járva, egy idegen, nem ismert nyelvet hallva, nem azon kapták magukat, hogy nem csak hogy azt nem értik, hogy miről beszélnek itt az emberek, de még azt is nehéz meghatározni, hogy hol kezdődik el egy szó, és hol van vége. Ismerős, ugye? Na most gondoljunk bele, hogy a csecsemők folyamatosan ilyen problémával küzdködnek. Ugyanis ritkán van az, hogy önmagukban mondjuk nekik a szavakat. Általában mondatba ágyazzuk őket, sőt, hosszabb beszédeket intézünk hozzájuk. A beszédben található különböző jelzések pedig, olyanok, mint a szünet vagy a hangsúly, nem igazán megfelelő jelzői, indikátorai annak, hogy valójában hol kezdődik el egy szó és hol van vége. Ennek ellenére a csecsemők mégis képesek megtanulni a szavakat. Kutatók kimutatták, hogy 8 hónaposan az úgynevezett statisztikai tanulást veszik igénybe ahhoz, hogy egy folyamatos szöveget a szavakra bontsanak. De mit is jelent ez valójában? A minket körülvevő világ teli van mintázatokkal, a mi agyunk pedig folyamatosan azon dolgozik, hogy ezeket a mintázatokat felismerje. A beszéd egy különleges jelenség ebből a szempontból, ugyanis bonyolult mintázatokat tartalmaz, és a mi agyunknak nagyon összetett számításokat kell elvégeznie ahhoz, hogy ezeket a mintázatokat dekódolja vagy felfedezze. Például az itt látható sorozaton, ha az egyes elemek, amiket betűvel jelöltünk, különböző gyakorisággal fordulnak elő, és különböző gyakorisággal követik egymást. Például ugyan a B és az a BA elem és az AC elem ugyanolyan gyakran fordul elő a képen, azonban a B nagyobb valószínűséggel követi az A, mint az A-t a C. Ugyanis azt láthatjuk, hogy A után gyakorlatilag jöhet B is, C is, sőt még A is. Azonban B után minden alkalommal csak A jön. Úgyhogy ez egy megbízhatóbb módja annak, hogy rájöjjünk, hogy esetleg egyik elemet mi követi. Ez az úgynevezett átmeneti valószínűség, és úgy tűnik, hogy ez az a számolás, amit a csecsemők elvégeznek ahhoz, hogy a szóhatárokat felfedezzék. Hogyan is megy ez? A szavakon belül a szótagok közötti átmeneti valószínűség, tehát annak a valószínűsége, hogy az egyik szótag milyen valószínűséggel követi a másik szótagot, magasabb, mint a szótagok közötti átmeneti valószínűség. Tehát a szótagokon belül jobban a szavakon belül jobban el tudjuk dönteni, hogy egyik szótagot mi fogja követni, mint a szóhatárokon lévő szótagok esetében. És ezt a számítást, ezt a bonyolult átmeneti valószínűség számítást végzik el a csecsemők ahhoz, hogy felfedezzék a szóhatárokat. Úgy tűnik, hogy az állatvilágban léteznek más fajok is, amelyek képesek szavakra bontani a folyamatos szöveget. Azonban legalább a patkányok esetében tudjuk, hogy ők nem ezt a bonyolultabb átmeneti valószínűség számítást végzik, hanem az egyszerűbb előfordulási gyakoriságot követik ahhoz, hogy a szöveget szavakra bontsák. Nem tudni, hogy ez miért van, vajon azért, mert egyszerűen ez az a számítás, amit képesek elvégezni, vagy lehetséges, hogy a beszéd nem annyira fontos számukra. A kutyák azért különlegesek, mert velünk együtt élve folyamatosan körülveszi őket a beszéd, és nem csak, hogy ismerős számukra, de fontos is, hiszen nagy részben beszéden keresztül kommunikálunk velük. Korábbi kutatások kimutattak hasonlóságokat a kutyák és emberek beszédfeldolgozásának neurális hátterében. Ezt úgy sikerült kimutatni, hogy tanszékünkön egyedülállóan kifejlesztett módszertant alkalmaztuk. A tanszékünkön nem invazív vagy kutatási módszereket alkalmazunk kutyákon. Ezek közül az egyik az EEG, az elektroenkefalográfia, amely fejre helyezett elektródák segítségével rögzíti az agyhullámokat. Ez a kutatás a kutyáktól nem igényel semmilyen korábbi tréningezést. A kutyák egyszerűen beérkeznek a tanszékre, körülszaglásznak, és amikor már boldogak, jól érzik magukat, akkor helyet foglalnak egy matracon,
és a kísérletvezető pedig egy lemosható pasztával rögzíti a fejüken az elektródát, amivel aztán az agyhullámaikat fogjuk mérni. Az fMRI ennél egy fokkal bonyolultabb módszer, ugyanis itt a kutyáknak egy hosszabb tréningen kell átesniük. Ez azért szükséges, mert ahhoz, hogy jó minőségű adatokat rögzítsünk a fMRI, azaz funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével, ahhoz a kutyáknak hosszú időn keresztül szó szerint mozdulatlanul kell feküdniük, miközben az MR készülék, a zajos, hangos MR készülék adatokat rögzít róluk. Ezért ahhoz, hogy mi ingereket tudjunk bemutatni a kutyáknak, fülhallgatókon keresztül kell ezeket bemutatnunk. Annak ellenére, hogy ez egy hosszú tréningezés, úgy tűnik, hogy a tanszékünkön remek szakértők segítségével sikerült úgy kiképeznünk ezeket a kutyákat, hogy örömmel végzik ezt az egész kutatást és kísérletet, mint ahogy ezt az alábbi videón is láthatjuk. Örömmel ugranak fel az MR készülékbe, már alig várják, hogy elkezdhessék a vizsgálatot. Ennek a két módszernek a segítségével vizsgáltuk meg a kutyák statisztikai tanulásának a képességét. Konkrét kérdéseink azok voltak, hogy először is képesek-e a kutyák szavakra bontani egy folyamatos beszédet? Ha igen, ezt milyen számítások segítségével végzik? Végül pedig, mely agyterületek támogatják ezeket a folyamatokat kutyákban? Először egy EEG kísérletet végeztünk. Ebben összesen 51 kutya vett részt, ebből 19 kutyának az adatait elemeztük. Az EEG kísérletben egy 4 darab mesterséges szóból létrehozott folyamatos szövegfolyamot mutattunk be a kutyáknak, ez 8,5 percen keresztül tartott, és ebben a szövegfolyamban nem volt semmi olyan, ami segítené a kutyákat abban, hogy rájöjjenek, hol kezdődik el egy szó, és hol van vége. Pontosabban egyedül a szöveg belső statisztikája volt az, ami segíthette a kutyákat, semmilyen hangsúly, semmilyen más szünet nem jelezte, hol kezdődik egy szó, és hol végződik. Nagyjából ez így hangzott. Daropiti budogolatu, papiku daropiti budogolatu, daropigolatu. A kutyák ezt a szövegfolyamat, mint az előbb említettem, 8,5 percen keresztül hallgatták egy hangszóróból. Mi azonban ezt a szövegfolyamat úgy állítottuk össze, hogy segítsen nekünk abban, hogy meghatározzuk, milyen számításokat végeznek a kutyák. Először is egyes szavak kétszer annyiszor fordultak elő, mint más szavak. Ezek voltak a magas gyakoriságú szavak. Az alacsony gyakoriságú szavak fele annyiszor voltak a szövegben, mint a magas gyakoriságú szavak. Amikor két magas gyakoriságú szó egymás mellé került, akkor a középen lévő szótagokból úgynevezett részszavakat hoztunk létre. Ezek a részszavak ugyanannyiszor jelentek meg a szövegben, mint az alacsony gyakoriságú szavak, azonban az átmeneti valószínűségük kisebb volt, mint az alacsony gyakoriságú szavaknak. Tehát gyakorlatilag arra voltunk kíváncsiak, hogyha a részszavakat összehasonlítjuk az alacsony gyakoriságú szavakkal, akkor látunk-e bármilyen különbséget az agyi hullámokban, és másfelől azt is megvizsgáltuk, hogyha a magas gyakoriságú szavakat összehasonlítjuk az alacsony gyakoriságú szavakkal, akkor látunk-e bármilyen különbséget az általunk regisztrált EEG jelben. Ehhez először külön-külön mutattuk be ezeket a szavakat a következő képen. Minden egyes szót legalább 40-szer mutattunk be, pontosabban 40-szer mutattunk be, majd ezeknek az átlagát néztük meg, és hasonlítottuk össze a különböző kondíciók között. Azt találtuk, hogy a kutyák mindkét statisztikát, mindkét számítást képesek figyelembe venni. Tehát a magas gyakoriságú szavaknak a feldolgozása és az alacsony gyakoriságú szavaknak a feldolgozása, az egyik kékkel van itt jelölve az ábrán, a másik zölddel, eltért egymástól egy késői időablakban. Tehát a kutyák körülbelül 500-valahány millisekundummal a szó bemutatása után
képesek elkülöníteni egymástól azoknak azt, hogy milyen gyakran hallották őket. Azonban azt is találtuk, hogy ennél egy bonyolultabb számítást is képesek elvégezni, ugyanis az álszavak, itt lilával jelölt, és az alacsony gyakoriságú, itt zölddel jelölt szavaknak az agyi feldolgozása szintén eltért egymástól, méghozzá korábban, körülbelül 200 millisekundummal azután, hogy ezeket a szavakat bemutattuk egymásnak. Tehát a kutyák képesek bonyolult számításokat elvégezni ahhoz, hogy felfedezzék a szavaknak a határait. Úgy tűnik tehát, hogy a kutyák a csecsemőkhöz képest is nagyon jó matematikusok. A következő kérdésünk az volt, hogy mely agyterületek azok, amelyek segítik a kutyákat abban, hogy ezeket a számításokat elvégezzék. Ehhez funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatot végeztünk. A kutatásban, a kísérletben összesen 21 kutya vett részt, ebből 18 kutya adatait elemeztük. A kutatás során egy hasonló szövegfolyamat mutattunk be a kutyáknak, mint ami az EEG kísérletben volt, azonban itt már nem bonyolítottuk azzal a dolgot, hogy az egyik fajta szó kétszer annyiszor jelent meg, mint a másik, minden szó ugyanannyiszor jelent meg. Ez volt a szavakat tartalmazó beszédfolyam. Emellett bemutattunk a kutyáknak egy úgynevezett random beszédfolyamat is, ahol a szótagok véletlenszerűen követték egymást, így nem volt ebben a szövegfolyamban semmilyen olyan mintázat, nem volt semmilyen olyan számítás, amit elvégezhettek volna a kutyák ahhoz, hogy bármilyen mintázatot felfedezzenek benne, ugyanis ilyen mintázat ebben a szövegfolyamban nem volt. Először 4,5 percig egy alapozó mérést végeztünk a kutyákon, ez alatt mindkét szövegfolyamból hallgattak 3-3 példát. Mivel itt a kutyák először találkoztak ezekkel a szövegfolyamokkal, azt vártuk, hogy nem lesz különbség a két szövegfolyam feldolgozása között, ugyanis még nincs elég idejük arra, hogy felfedezzék a mintázatokat a szavakat tartalmazó szövegfolyamban. Ezután 16 percig hallgatták a kutyák a kétféle szövegfolyamot szkenneren kívül, nyugalomban, hangszóróról. Majd ezután visszatettük őket egy újabb 4,5 perces tesztmérésre, ahol már azt feltételeztük, hogy találni fogunk olyan nagy területeket, amelyek máshogyan fogják feldolgozni a szavakat tartalmazó szövegfolyamot, és más, mint a random szótagokat tartalmazó szövegfolyamot. És mik az eredményeink? Valóban két agyterületen találtunk különbséget a kétféle szövegfolyam feldolgozása között. Az első agyterület egy szubkortikális, kéreg alatti agyterület, az úgynevezett bazális ganglionok. Ez azért érdekes ez az agyterület, itt láthatjuk, ugyanis azt tudjuk, hogy más emlősök esetében, például patkányok esetében, sorozatok feldolgozásában vesz részt. De nem csak, sőt, főleg nem szósorozatok, hanem például akár mozgási szekvenciák megtanulásában vesz részt. Azt is tudjuk, hogy hasonló kísérletek esetében, mint amit mi itt elvégeztünk kutyákon, ha ezeket embereken végzik, akkor szintén látunk aktivációt a bazális ganglionokban embereknél is. De embereknél, ami sokkal inkább jellemző, hogy a beszédfeldolgozásért felelős hallókéregben látunk különbséget a kétféle szövegfolyam között. Ezért ezt mi is megvizsgáltuk kutyák esetében, és mi is azt találtuk, hogy a random szótagokat tartalmazó szövegfolyam esetében nem volt jelentős változás az agyi aktivitásban a szövegfolyamok bemutatása során. Azonban a szavakat tartalmazó szövegfolyamok bemutatása esetében az agyi aktivitás megnőtt. Tehát a kutyák úgy tűnik, különbséget tudnak tenni a szavakat tartalmazó, mintázatokat tartalmazó beszédfolyamok és a random mintázatot nem tartalmazó beszédfolyamok között, és ebben a hallókéreg is részt vesz, csak úgy, mint a bazális ganglionok egy kéreg alatti agyterület. Mit tanultunk tehát ezekből a kísérletekből? Azt, hogy a szavak és a szóhatárok felfedezését segítő komplex számítások és az ezekért felelős agyterületek meglepően hasonlóak kutyák és emberek esetében.
Ezt a kutatást, ezeket az eredményeinket a Current Biology folyóiratban sikerült közölnünk, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a képen látható munkatársaimnak megköszönjem a munkáját. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Viszontlátásra!